Sziasztok, Janászló Viktória vagyok, és október 11 a hivatalos Coming Out Day, vagyis magyarul az előbújás napja. Azért fontos ez a nap az LMBTQ közösség számára, mert ünnepeljük azokat, akik már előbújtak. Emellett támogatjuk, bátorítjuk és segítsük azokat, akik esetleg ezt még nem tették meg bármilyen okból is. Majd ismert videobloggerrel Marissal fogunk beszélgetni a Coming Out-ról. Sziasztok, Maffinkáim, Maris vagyok, és itt... De mondd már el, hogy rejtbítsátom a szemem. Hát engem Marisként ismer mindenki a YouTube-on, hiszen YouTube-ra készítek videókat 2011. Sziasztok, Maffinkáim, Maris vagyok, ez pedig egy újabb komoly beszélgetős videó lesz. Komoly témákban olyan dolgokat boncolgatok, amik igazából a tinikoromban történtek velem, általában ezek ilyen sérülések, amiket megosztok a nézőimmel, hiszen főleg tinik követlek, és remélem, hogy ezekkel tudok nekik segíteni. 15 évesen coming out-oltam, és nagyon-nagyon nehéz volt ez az időszak, amíg nem tudták rólam, hogy én a saját nememet szeretem. És úgy gondoltam, hogy szeretném megkönnyíteni az embereknek ezt az időszakot. Én is az egyenlőségért küzdök, és az elfogadásért. Az interneten egy ilyen dolgot elmondani elég nagy merészség. Igen, én a lányokat szeretem. Remélem, hogy pár embernek segítettem, vagy legalábbis elgondolkoznak azokon, amit mondtam. Azt hittem, hogy körülbelül lesz egy like a videón, és egy ember mondja, hogy hú, ez tök jó, és mindenki más pedig negatív véleménnyel lesz rólam. De aztán az lett a végeredménye, hogy hát 90-95%-ban pozitív megjegyzések jöttek, és rengeteg like, rengeteg nézettség, és rengeteg üzenet, hogy megköszönik nekem, hogy megcsináltam ezt a videót, és mai napig írják nekem, hogy miattam coming out-oltak. Hetente több száz olyan üzenet jön, ami a melegséggel kapcsolatos. Rengeteg sok kérdés jött a melegséggel kapcsolatban. Gondoltam, hogy akkor csináljunk róla egy ilyen külön videót. Miért tetted egyébként fontosnak, hogy emberek előbújjanak nyilvánosan is? Hogy nyilvánosan vagy? Oké, akkor először beszéljünk arról, hogy miért fontos, hogy a családnak, barátoknak. Addig még nem mondja el, hogy ő kiket szeret, vagy hogy ő úgymond micsoda, addig egy ilyen kamu ember lesz a családja szemében. Nem csak arról van szó, hogy ha éppen megyek a barátnőmhöz, akkor kell hazudnom a szüleimhez, hogy hát csak egy barátomnál ott alszom, hanem arról is, hogy igazából ki vagy. De még nem bújtam elő, én szorongtam, nem voltam önmagam, próbáltam ugye a fiúkat magamra erőszakolni, és teljesen más személyiségem volt. És abban a pillanatban, hogy én elmondtam a barátaimnak és a szüleimnek, teljesen kinyíltam. Egy új ember lettem, akit még én sem ismertem. Büszkén vállalom azt, hogy én a lányokat szeretem, mert ez egy olyan dolog, ami velem jár, a csomagban együtt jön, ha tetszik, ha nem. Te egy sokkal őszintén önmagadat élheted meg, ezáltal egy sokkal őszintén kapcsolatot is ki tudsz alakítani. Elmagyaráztam nekik, és csomót beszélgettünk erről, sokkal közelebbi kapcsolat alakult ki közöttük, a szüleim között is. Mit gondolsz a nyilvános kamikról, hogy ez mennyire szükséges, mennyire nem, milyen hatással lehet valakinek az életére? Nagyon-nagyon sokan félnek ettől. Maradjon valamennyire a négy fal között, ez a dolog, mindig ezt mondják. Igen, ezt nagyon sokan. Csak ne hozzátok ki az utcát. Igen. Nem parádézok össze-vissza vesztelenül. Egyszerűen csak az interneten elmondtam ezt, és én nagyon-nagyon fontosnak tartom, azért, mert rengeteg fiatal tényleg retteg az előbújástól, nem fogadják el önmagukat, és tudjuk azt, hogy nagyon sokan bántják is magukat, sőt, öngyilkosság is előfordul, amiatt, hogy nem fogadják el, hogy melegek. Ezzel kapcsolatban szeretnék nekik segíteni, és szerintem, hogyha én annó, amikor 15 évesen coming out voltam, és láttam volna valakit a magyar YouTube-on, aki hasonlókat mond, akkor az nekem nagyon sokat segített volna. Nagyon fontos lenne, hogy több magyar ember is coming out-olna YouTube-on, vagy bárhol az interneten. Természetesen ez nem... Ezek nagyon... szerint van, aki coming out-olhatnak. Lehet, igen. Kéne. Én egyelőre egyedül vagyok, nem tudok egy egész országot megváltoztatni, de például ez is, hogy most te beszélgetsz velem és felkerül az internetre, ez is segített akár több száz, több ezer embernek, és úgy gondolom, minél többen csinálnák ezt, annál több segítség jutna el a fiatalokhoz. Nagy inspiráció meg segítség lehet azoknak a fiatalok számára, akik még a garbróban vannak. Milyennek a magyarokban? A szekrényben bujkán. Nagy inspiráció, hogyha egy nagy követőbázissal rendelkező véleményvezérember, akire sokan
coming out-tól nyilvánosan is, de gondolod, hogy van-e kötelességük ezeknek az embereknek? Hát nem mondom azt, hogy kötelességük lenne ez a dolog. Én alapból olyan ambíciózusokkal rendelkezem, hogy ezt szeretném csinálni, segíteni szeretnék. De vannak olyan emberek, akik, és ez nem baj, csak szeretnék csöndben élni a világukat. Valaki megcsinálja, azt szerintem nagyon-nagyon nagy és szép dolog. Ugye halogatja az ember, minél hamarabb, annál jobb letudni ezt a dolgot. És hogyha nem is fogadják el először a körülöttük lévő emberek, akkor sokat kell erről beszélgetni, hogy megértsék, hogy mi is ez ember lesz. És ha valaki negatív véleménnyel van erről a dologról, az pedig nem szépen mondva, ez nem kell, hogy érdekelje az illetőt. Toljunk rájuk magas. Meg kellett tanulnom, hogy ha másokon szeretnék segíteni, először magamon kell. Tehát fejben kell eldöntenem, hogy ezt a boldog életet választom.